Sziasztok, jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit, kedves nőzimet, kávét valaki esetleg? Öncsi. Na, szóval, ugye már mutattam a előző videóban jó párat, mennyit? Három videó volt. Volt egy processzorblokkos, ugye a Summit-em, volt egy radiátor, és volt egy tartályunk, ugye, ami pumpa kombóval volt. Na most ebben a videóban, amit szeretnék nektek mutatni, az itt, ami látható az asztalon, vagyis hát remélem látható például a lappabdoboza. Na, kezdjük akkor. Ebben a videóban csak azt fogom bemutatni, hogy ez egy unboxingos lesz, tehát még összeszerelés még nem lesz belőle. Tehát ez a lappabhoz érkezett nekem a Rampage 4 Extreme-hez. Rampage 4 Extreme-hez egy blokk, ami azért, ha belegondolunk, ritkaságnak számít, így van, mert az nem minden gyártónak van, nem mondok konkurenciát, mert nem fog mondani más gyártót, de van még, ha jól tudom, egy gyártónak, ez az alapaphoz, az északi és a déli híthoz és a chipsetre blokk. Na mostán ugye, ezt szeretném azért nektek bemutatni, lesz majd róla persze összeszereléses videó, viszont azért az kicsit kacipántos lesz, mert az a baj, hogy ami van a diszpóban ez a blokkja, és ugye a gyári, az alapról a gyári hűtéseket ugye le kell szedni. Na most nem is az a nagy probléma, hanem azzal van inkább, hogy több helyre kell picike kis termálpadokat tenni, és azért az húzós, hogyha nem figyel oda az ember, hogy hogyan is készíti, mert akkor ugye, ha egy kis csippet vagy valamit kihagysz, akkor ugye az probléma és gondot jelent. Na, szóval, akkor erről az alapról lesz szó, tehát majd meg fogom mutatni, mégis mi, melyik hova fog kerülni. Remélem, hogy mindenki számára látható. Igen, 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 egyébként ez első tulajdonosa vagyok ennek az alapnak. Sőt, mi többig örülök is neki, mert ez egy tuningos alapap, és sokan fogják amúgy, hát remélem, hogy sokan meg is fogják majd nézni, mármint az alapap miatt is, mert ugye azért csak egy régi alapap, egy 2011-es kiadás, ugye, meg hát azért ez nem egy rati. Hát az alapappal kapcsolatban azért voltak nekem problémáim, hát elmondom, hogy mi is volt a probléma. Régebben, korábban viccesen fog hangzani, de volt olyan, hogy ugye össze volt nekem szerelve ebből egy gép, és amikor elkezdtem takarítani, annyira buta voltam, hogy nem ismertem akkor még a sűrített levegőnek a jelentését, ami azt jelenti, hogy nem tudtam róla, hogy van sűrített levegő, tudtam róla, csak ezről a kézikre, ezekről a kompressz, ez a sűrített és kompresszorról, ugye, na mindegy. Most hát, ugye Paul Cyrulnak a fejével csináltam, ami egy kefés, ugye, és amikor kész voltam a takarítással, hát pukk, majd pukkant, de ugyanúgy ment minden. És amúgy nincsen vele probléma, jó kis alap, a processzor foglalat is rendben van, a memória foglalatok is, azok is rendben vannak, a chipsettel sincsen probléma, itten a csatlakozókkal sincsen probléma a szatában, szóval ezekkel nincsen. Na, jó van, meghúzzuk az időt. Én ezt ide ráteszem. Majd mindjárt elővesszük. Drágaságot. Ez a drágaság. Hát, bizony. Na, szóval, a Bitfornak nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is elküldték, és meg tudtuk beszélni. Tehát mindra, ami jött tőlük, az nekem mintának jöttek. Mintának jöttek, de ugyanúgy ugye használni fogom, nem fogom otthagyni a polcon, porosodni, nem. Ezt használni fogom. Na, akkor erről nézzünk egy kibontást. El is készítettem már. Elő kell. Mindent elő kell készíteni. Na, szóval. Ebben a északi híd lesz, ha jól tudom. Déli híd, meg lesz itt egy blokk, de majd mindjárt megmutatom.
És persze a rögzítő csavarok, meg a használati... Na, szóval, a csomagunk az így néz ki, a doboznak a tartalma. Látható? Jó, van. Oké. Szóval, mutatom. Tehát van nekünk egy ilyen blokkunk. Ez, ha jól tudom, már mindjárt, pillanat. Az, ha jól tudom, akkor... Aha. Hol van már? Ez hova megy? Megvan. Tehát... Remélem jól látható, majd mindjárt fogom majd mutatni. Ez a blokk, nem fogom kibontani. Tehát unboxingos például, tehát egy kicsomagolás rosszul ugye. De akkor sem fogom kibontani, majd akkor, amikor majd ezt fogom szerelni. És akkor majd följük majd használni a teszteléseknél. Tehát ez a blokk, ez ide megy. Ez itt lesz ennek a helye. Nem tudom, hogy mennyi látható belőle. Rátesszük ide. Hogy jobban lássátok, akkor inkább így. Látható, jó van. Nem lesz gond. Tehát ez a blokk megy ide. Ezt fel kell rögzíteni, ugye ezt el kell távolítani, ez pont egybe van. Tehát ez ide megy. Ennek itt lesz a rögzítése. Jó. Ez már picit nehezebb, akkor ez a blokk. Ez nem tudom, ezek most hogy vannak, északi, déli, meg van egy chipset, ugye? Valami ilyesmi lesz. Akkor ez pedig jön erre a részre, ide. Igen. Ha jól tudom, akkor ez itt foglal majd helyet. Aha, igen, ez itt foglal majd helyet. És ide fogjuk majd felrögzíteni. De meg is nézem, hogy jót mondok-e. Szerintem igen. Tehát, ugye, ennél úgy volt, hogy itt van egy menet, itt is, és itt is. Így van. És akkor ez pont ennek a helyére fog jönni. Tehát ez csak egy hátlap. És ott van a furat, furat, és ott is furat. Jó. Ezt félretesszük. Letárgyaltuk. És akkor ez pedig jönni fog ide, ha jól tudom. Mindjárt megnézzük ezt, hogy van. Igen. Igen, ez így ide fog jönni nekünk. Aha. Így van, így van. Tehát ez itt pont ide, mert itt van a furat. Itt is, és itt is. Ugyanúgy, mint az alapapon is. Hát azért mutatom hátra, hogy lehessen látni, tudjátok látni. Meg lehet nézni. Tehát ott van, és... Ott van még a furat. Na, jó, ez így jó lesz. Nem használtam kesztyűt. Na, mindegy, nem baj. Szóval, akkor ez így lesz. Ugye, ez ide fog jönni. Most lehet, hogy valaki mond rá, hogy miért nem szeretik inkább a csomagolásba, ez akkor könnyebb lenne. Na, mindjárt nem baj. Szóval, ez így. Igen, és akkor ez meg így. Ez így fog jönni. Mindjárt. Jó. És akkor van még nekünk itten a ezt a rész hűti, tehát itt van a chipkészet, ugye? Ez hűti. Akkor hűt még valamennyit még ebből is, részből, és akkor még ezt a részt. Tehát akkor ez az a részhez, pont ez a blokk fog jönni.
ugye ez tiszta eszkler, ebben volt már piros színű is, ha jól tudom, meg volt fekete színű is. Tehát fekete színű kiadásba, ugye, persze. És akkor ugyanaz a megmunkálással van. Tehát ezt mondom, hogy vannak itt a kicsik, ugye erre kell majd figyelni. Meg itt is vannak. Ide is kell, ezt majd gondolom termálpad. Ide is, ide is, ide is, ide is, tehát ezeket mondom. És akkor itt vannak ugye a furatok, ez fog menni pont ide. Így is van? Itt van csavar, meg itt és itt. Igen. Akkor... Aha. Így van. Jó. És akkor itt van még a urat, meg ott is van, és akkor így fog rámenni. Ez csak így most példának. Tehát ez így fog rámenni, és akkor ez így fog kinézni. Hát most, hogy így belegondolom, ez jól néz ki. Ma mindjárt megnézzük a leírást. Azért én sem tudok minden fejből. Na, szóval, ha nézem, jó van, oké, rendben. Tehát akkor ez így fog kinézni. És ugye van 2, 4, 6. 6 darab, egy 4-es bemenet, ugye? Az teljesen mindegy, hogy most melyik a... Most hát nem mindegy, hogy melyik a bemenet, melyik a kimenet. Ez az nem mindegy. Ez valahol megvan ennek is a forgás irány. Ugye jön ide még egy processzor blokkunk. Mindjárt mutatom. Processzor blokkocskát, tehát mutatom a többit. És akkor ugye ez a processzor blokk fog majd rámenni. Ez rámegy ide, rá lesz szerep, és akkor jó lesz. Amúgy is csak úgy lehetne használni, más nem lehetne. Na, igen, ez van. Szép kis processzor blokkunk. Na, szóval, akkor ez így lesz. Akkor ezt most félre. Mutatom a használatit, meg a csavarokat. Itt vannak a, itt van egy hátlap, pont ez ehhez kell lesz. Ehhez. Mindjárt mutatom inkább. Szerintem úgy a jó, nem? És úgy gondoljátok, gondolom. Legyen. Na, akkor egy termálpad, amire szükségünk van. Ebből kapunk termálpadból, ha jól tudom, ezek, ez a termálpad 1 mm-es lehet, igen, 1 mm-es lehet szerintem. Nézzük meg a használatit majd mindjárt, ezek meg 0,5 millisek, és akkor majd ezeket majd ki is kell, ezt majd bánni, és akkor itt van ugye a hátlap, a takaró, ez fog rámenni. Hogy is van? Uh-huh. Tehát az alapapnak is ugyanúgy megvan, és akkor az így fog rámenni. Hát óra. Így. Jó. Királysága. Bizony. Jó, az marad úgy. Van nekünk egy ilyen alumínium hátlap, ha jól tudom. Akkor... Jaj, hoppá! És még van, mi nekünk még termálpadunk. Hát ezek ki vannak számolva. Na mindegy, de ugyanúgy külön-külön be lehet, meg lehet vásárolni. Akkor kapunk egy Gimbus kulcsot, ami el van hajolva. Ami el van hajolva. Ugye? Nem baj az. Gimbus kulcsot úgysem kell, van bőven. Még van saját. Jó, van egy Gimbus kulcsunk, akkor vannak a rögzítéshez ugye az elemek, mint például a csavar, ilyen csavarok ugye, különböző méretű csavarok. Yes. Műanyag alátét ugye, meg van valamilyen műanyag alátét, ilyen hosszabbítóféle, picit magasabb ugye. Na, ezek vannak még hozzá. És amit még a gyártó még csatol, hát még itt van megint termálpad. Ez melyik? Ez 0,5-ös, ugye? Igen. És akkor ez melyik lesz? Ez is. Na mindegy.
És akkor ugye még a gyártó nekünk csatol ógyűrűket pluszba, hogy legyen. De egyébként az nem is baj, hogyha nincsen ógyűrű. Mert ha belegondolok, bárhol be lehet vásárolni ugyanilyen ógyűrűket, ugye ezek gondolom kis tekercseken vannak, és akkor úgy meg lehet magunknak oldani. Na, szóval akkor ez a nagyobbikhoz lesz, ez a kettő kicsi, meg a két kisebb blokkhoz lesz majd. De ezt felesleges, nem úgyse fogja az ember használni, meg amúgy se fogja az ember úgy, hogy sűrűbben, mit tűnő havonta ugye takarítan a blokkot, annak sincsen értelme, hogyha nem olyan, nem fogja meg a folyadék, akkor nincsen probléma. Jó, használati. Na, akkor nézzük gyorsan a használatit. Lassan idő van. Használatinál van a leírás, hogy hogyan kell összeszerelni. Na, akkor van a hátlapja. Jó. Hogy hátoldalt hogy kell például. Tehát ez a front elől és hátul. És hogy milyen termálparok mennek, van a 0,5-ös, az 1-es és a 2 mm-es. Ha, akkor lehet, hogy rosszul mondtam, nem baj. Jó, akkor az 2 mm-es lesz ez a vastag. Ez a vastagocska. Aha, akkor ez 2 mm-es lesz. És akkor van itt valahol nekünk egy 1 mm-esünk, jó. És akkor itt vannak megadva, hogy ugye, mutatom. Itt vannak megadva, azok a kis pontok, ahol be vannak jelölve, szürkébe, vagy fehér színnel, hogy hol kell, például itt is össze-vissza, ugye. Na, szóval ez van. Na, hát ez... Miért nem akarsz összemenni? Istenem. Na mindegy. Jó, és akkor ugye ennyi van. Ennyit kapunk a gyártótól. Gyorsan visszateszem. Na hát az én is kíváncsiak meg, hát örülök is neki, mert ugye nem minden nap tud az ember beszerezni, én szerintem, ilyen blokkot, főleg ilyen blokkcsomagot, ugye, mert ez egy kit, ha úgy nézzük. Ez egy set. Annyi, hogy nincsen hozzá processzor blokk is. Az meg ugye nem olyan nagy probléma. Vannak olyan, a Bitspower-nek vannak olyan blokkjai, amikhez vannak, ugye, processzor blokk is, és ugyanúgy. Na hát, majd leírásba úgy be fogom tenni. Bitspower-nek a shopját meg kell nézni, és ott lehet mindent találni. Ha van olyan alapapod, amit pont szeretnél venni hozzá a blokkot, akkor tudsz hozzá szerezni. Én szerintem. Ja. De amúgy meg kell írni nekem kommentbe, hogy milyen alapapotok van, megírjátok, és akkor meg tudom nézni. Na, a videó ennyi lesz. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ígyatok egy jó kávét. Nyugodtan kommenteljetek. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!